Miért tartanak kiállítás megnyitókat? Ezen már nagyon régóta gondolkoztam, tudnélik, gondoljanak bele. Fölraknak egy kiállítást, azt mondják, kérem, ez most megnyílik. Eljönnek, sokan érdeklődők, mint önök is. Miért? Nem azért, hogy az én vagy valaki másnak a szövegemet hallgassák, hanem hogy megnézzék a képeket. Tehát a nézők szempontjából egy kiállítás megnyitó teljesen fölösleg. És itt mindig elakadtam, hogy akkor miért van szükség kiállítás megnyitókra. Tudni, gondolják csak végig. Itt most ebben a társaságban két olyan ember van, aki ezeket a képeket már látta. Az egyik a kiállítás rendezője, kedves hölgy, a másik pedig maga a festő, aki hát a műtermében, meg hát máshol már ezerszer látta ezeket a képeket. Őket maga a kiállítás tulajdonképpen nem érdekli, hiszen ezt már látták. Mi érdekli őket? A megnyitó. Tehát tulajdonképpen, ha én most egy korrekt kiállítás megnyitót akarok tartani, akkor ez az lesz, hogy én a kedves Gábor barátomnak elmondom, elmagyarázom, hogy ő mit fest és miért fest. De leülünk, megbeszéljük, de hát ha már önök is itt vannak, akkor talán csináljuk ezt nyilvánosan, jó? És nem négy szem közt mondom el neked, és elmondanám azért mégis önöknek is a gondolataimat. Én most egy picit tágasabb képet szeretnék fölrajzolni önöknek Gábor művészetéről, nem csak az itt látható, hanem a könyvekben szereplő és az életművekben, életművében fellelhető képek alapján is. Hát a Rádóczi Gyarmati Gábornak mégiscsak van valami titka. Van valami olyan kisugárzása, van valami olyan tudása, amit igazából sosem árul el nekünk, ravaszkással néz és mosolyog, de mond is dolgokat, és okos dolgokat, de igazából a lényeget sosem mondja el, soha nem törekedett arra, és most sem törekszik arra, hogy úgynevezett szép, behízelgő képeket készítsen. És ez a hű de izgalmas hatás, ez ha belegondolnak, mélyebb hatás. Hosszabban tartó hatás. Mint ha ránézünk valami, és azt mondjuk, jaj, de szép virágot festett, jaj, de szép tájat festett. Azt hiszem, ilyen a Gábornak soha életében eszébe nem jutott. És van még egy vonása az ő festészetének, ami nagyon sokáig foglalkoztatott, hogy mi a csuda ez, miért festő egy kicsit más kép, mint szinte az összes magyar festő. És ugye ezt megérthetjük az életrajzából, ezt gondolom sokan tudják önök közül, hogy ő azon ritka művészek közé tartozik, akik nem Magyarországon végezték el a képzőművészeti főiskolát, hanem Lengyelországban, Poznányban. 60-as években, amikor már azért a modern hatások, a szabadabb légkör, ott talán a művészeti életben még egy kicsit jobban érvényesülhetett az avantgard hatása. De a lényeg az, hogy másfajta eszköztárat, másfajta motívumkincset, másfajta technikai megoldásokat tanult ő el, mint a magyar festők 80-90%-a, és ez is valami pluszt, valami izgalmast, valami érdekességet hoz az ő művészetében. Semmiképpen nem modernista festő. Nem olyan típusú festő, aki azt mondja, hogy kérem, engem, ami az elmúlt 1000 vagy 2000 évben volt, az nem érdekel, tiszta lap, azt mind elfelejtem, és most majd én a penzlimmel egy olyan vonalat fogok húzni, amit még 2000 vagy 3000 éve a világon senki nem húzott. Ugye nagyon sok művész ezzel az ambícióval kezdi, vagy készíti el az életművét. De vajon megfelelő módon értékelik-e, elismerik-e az ő művészetét? A megfelelő helyen van-e abban a magyarországi, vagy akár nemzetközi művészi hierarchiában, értékrendben, mint amit megérdemel? Hát erre bizony az a válaszom, hogy
Nem. Nem. Ezt részben magának is köszönheti, tudnék soha nem akar divatos festő lenni. Aki összetettebben, aki útkeresőbben, aki többféle stílusban és irányban fogalmazza meg képekben évtizedek alatt a érzéseit, gondolatait, eszméit, ezt a mai világ valamilyen módon nem igazolja vissza és nem értékeli. Mert nem fér bele a skatujába. Ez a hosszú-hosszú-hosszú állványokra tűzdelt akvarell, ami nem más, mint egy körképnek a terve, ami ugye a vadászati világkiállításra készült. És ez azért nagyon érdekes, mert megint mutatja, hogy Ráduci Gyarmati Gábor milyen bátran nyúl a múlthoz, múlt eszközeihez, stílusaihoz, műfajaihoz. Tudnék, a körkép műfaja valamikor a 19. század végén volt nagyon népszerű, amikor még a mozi nem igen terjedt el, és ugye 1896-ban ugye a Milánói kiállításon három nagy körképet is bemutattak. Ugye a leghíresebb a Feszti körkép volt, ugye a honfoglalásról készült Feszti körkép, amit Mednyánszkitól kezdve nagyon sokan dolgoztak, és ma is megnézhető. Ráduci Gyarmati Gábor egy realista festő is. Nem tudjuk ráírni, hogy micsoda, mert még mindig nem árulja el nekünk, csak ugyanolyan rejtelmesen és sejtelmesen mosolyog, mint mindig, és teljesen igaza van. Találjuk ki, fejtsük meg a titkát, nézzük meg a képeit, ismerjük meg a művészetét, a személyiségét. Ehhez kívánok Önöknek jó időtöltést, kellemes kiállítás, látogatást, képek megnézését. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak.